Rudabányán az Érc és Ásványbányászati Múzeum 1965-ben nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt, amikor a klasszikus érc és ásványbányászat történetét mutatta be, és országos gyűjtőkörű szakmúzeummá fejlődött. Később, amíg a bánya működött, sokat köszönhetett az üzemnek. Viszont a bánya bezárás visszahatott a múzeum életére is, és ezt követően alapítványi keretekben kellett megoldani a működtetését. 1992-ben jött létre az Érc és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, amely egészen 2006-ig fenntartója volt intézményünknek. Majd ezt követően a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei múzeumigazgatóság részévé vált egészen 2012-ig. Majd 2013. január 1-től pedig Bányászattörténeti Múzeum néven a város fenntartásába került. A kiállításban az őskortól napjainkig tudják végigkövetni a bányászat fejlődését, melyek voltak azok a legfontosabb nyersanyagok, amelyek a kezdeti időkben az emberek mindennapjait szolgálták. Majd a réz és a bronzkor eszközeivel is megismerkedhetnek, amelyek a Nemzeti Múzeum kölcsönzése révén válnak bemutathatóvá itt nálunk. A bányavilágítás is egy fontos témája az itt látható bányászattörténeti kiállításnak. A cserépmécseseken át, a kahanyecekig, különleges gyertyatartókon át, majd a biztonsági dévilámpáig, karbidlámpáig és a modern akkumulátoros fejlámpáig mindent fel lehet fedezni. Mindemellett a bánya mérésnél használt tárgyak, szintezőműszerek, teodolitok, különböző mérőszalagok, amelyek segítették a bányamérők munkáját, és helyet kaptak. Fontos megemlítenünk, hogy a református templomunknak ugye az eredeti vasajtaja az múzeumba került az 1950-es években, mégpedig Miskolcra, és 2017-től tartós letétként visszatért Rudabányára, úgyhogy így itt láthatják. A templomon pedig ennek egy tökéletes másolata van. Tárlatban a művészeti alkotásokat is kiemelt fontosságúnak mondanám, amely festmények, fafaragások, kisplasztikák, minden olyan formája, amelyben a bányászat mint téma megjelenhetett, és külön kiemelném a bányásztürelemüvegeket, amelyek közül a legrégebbiek a 16. században készültek, sajnos nekünk ilyen régi üvegünk nincs, viszont fontos, hogy ez annak az időnek a bányászatát, a technikáját mutatja be, ahol az üveg készült, azokkal az ásványokkal, amelyeket ott bányáztak, ott termelték azokkal az ércekkel. Egy üvegpalackba besűrítve egy bányászjelenet, kézzel faragott figurák, amelyeket megfestenek, és aztán csipeszekkel kerülnek az üvegbe. A kiállításban ezen kívül még két enteriőr is látható, egy bánya igazgató és egy bánya tiszti szoba berendezése. Gyűjteményünk egyik legértékesebb darabja egy tört ezüstből készült gyertyatartó, amelyet egy egyenruhás bányász tart a vállán, az alján pedig egy halom, ahol két gyíkot fedezhetünk fel, ha elég közelről megnézzük. Sajnos mesterjegy nincs ebben a szép gyertyatartóban, így nem tudjuk pontosan az készítője nevét, viszont mivel két gyík látható a
halmon, ezért azt feltételezhető, hogy Sámec bányán készülhetett, vagy éppen Sámec bányán egy bányatiszt számára. Mivel, hogy a Sámec bányai címerben láthatjuk a gyíkot, mint megjelenő motivumot. Zúg az erdő, zúg a nádor, üthetitek anyamomat. Láthatóak dr. Görgő Tibornak a személyes tárgyai, illetve azok az orvosi műszerek, amelyet itteni praktizálása során használt. Egy úgynevezett tüdőtöltőkészülék, ezen kívül fecskendők, hűmérők, foghúzók, illetve szülésnél használt fogót is láthatunk ebben a tárlóban. A foghúzóknak van egy érdekes története. A három fogóból kettőt doktor úr a mai Izsófalva település Kovácsától kobozta el, akkoriban Disznós Horváth volt a neve, ugyanis a helyi kovács az illegálisan foghúzási tevékenységet folytatott, és aztán később a páciensek azok kénytelenek voltak feljönni Rudabányára orvosi ellátás ügyében, és hogy ez a tevékenység ne folytatódhasson, ezért elvette a kovástól ezeket a foghúzókat, amit a visszaemlékezéséből tudunk. Rudabánya területén nagyon sok őslinteni maradvány is előkerült. 8-10 millió évvel ezelőtti időszakból az akkori szubtrópusi környezetben olyan állatok éltek, amelyek ma már kihaltak. Ezek közé tartozott a masztodon is, és egy 1965-ben előkerült alsó állkapcsot láthatnak itt, amely eredeti, tehát nem másolat formájában tekinthető meg a kiállításunkban. Nagyjából azt lehet róla tudni, hogy amikor az állat elpusztult, akkor körülbelül olyan középkorú lehetett, és növényevő volt. Rudabánya a középkorban épült templomának egyik legértékesebb műtárgyánál állunk itt. Ez a vasajtaja, amely 55 rombusz alakú mező takar, és rajta egy német nyelvű feliratot. Mutár, Mária, Hilf, Kaspar, Melchior és Baltazár. Azaz Mária anyánk segíts, Gáspár Menyhért Boldizsár felirat olvasható rajta, ezen kívül pedig csillagmotívum, illetve nap, amely a három királyhoz kapcsolódó szimbolika, ugyebár. Azt mondhatjuk, hogy a középkorban valószínű, hogy ez is bizonyíték arra, hogy német ajkúak voltak, akik a bányászati tevékenységet végezték településünkön. A templom eredeti vasajtaját 1950-es években emelték ki, és ajándékozták akkor a mai Hermann Ottó Múzeumnak, és 2017-ben a Múzeumi Világnap alkalmával tért haza Rudabányára tartós letétként, és azóta nálunk tekinthető meg. Rudabánya életében meghatározó szerepet töltöttek be a bulénár bányászok, akik igazán sokkal járultak hozzá ahhoz, hogy a 19. század végén megindult nagyüzemi vasércbányászat sikeres legyen. Kapcsolódásuk a német nyelvvel nagyon egyszerű volt, hiszen a megalapított cég üzleti nyelve is német nyelvű volt, és a Dobsináról érkező bulénár bányászok szintén a német nemzetiséghez tartoztak. Ők egy speciális német nemzetiség voltak, tehát nem svábok, nem cipszerek, hanem a bulénár bányászok, akik a dobsinai németséget nevezzük bulénereknek.
egy emlékszobával adózunk nekik, az ő emléküknek. Mivel Rudabányára az 1890-es évektől folyamatosan telepedtek le Rudabányán, és olyannyira otthonra találtak, hiszen az ottani bányák a szülőföldjükön kimerültek, és más bányahelyeken kerestek munkát, közöttük Rudabányán is. Itt házakat építettek, és egy külön utcasoron csak ők laktak, ők éltek családjukkal. Majd az 1930-as évek elején pedig a dobsinai templom mintájára saját evangélikus templomot is építettek településünkön, amelynek különlegessége, hogy oltára ásványokkal díszített, ugyanúgy, ahogyan Dobsinán is. A kapcsolat oly erős maradt Rudabánya és Dobsina között, hogy 1926-ban Dobsina alapításának 600 éves ünnepségét Rudabányán tartották, az ismert történelmi viszonyok miatt. Majd a 21. században a két település között újraillett a kapcsolat, és 2011-től testvérvárossá vált Rudabánya és Dobsina. Egy különleges öntöttvas síremléket láthatnak itt, amely valószínűleg 1802 táján készülhetett Dobsina környékén. Többféle különleges motívum látható rajta, középen egy egyenruhás bányász, mellette két pálinkás üveg és két pipa. Valószínűleg a Kós jegyében született, ott, ahol éppen aranyat bányáztak, és az Oroszlán jegyében halt meg, ahol éppen ezüstöt bányáztak, 1802-ben. A gyűjteményünk amerikás bányász ásszerszámokkal is gyarapodott, ugyanis a korábban említett Kállai Géza bányaigazgató apusa egy rövid ideig Amerikában dolgozott bányaácsként, és az örökösei gyakorlatilag úgy döntöttek, hogy felajánlják múzeumunknak ezeket a szerszámokat, és így igazából egy tárlóban sikerült ezeket elhelyezni, amelyek között bárdot, függőont, különböző fűrészeket, körzőt, amerikáner fúrót vagy szöktáskát is láthatnak. A kiállításunkban a bányász egyenruhákból is kapnak egy ízelítőt. A legrégebbi bányász egyenruhánk a magyaros, amely a 18. századig volt használatban. Egyébként ennek első művészi ábrázolása a Rozsnyón a Szent Anna harmadmagával című oltárképen látható, és került megörökítésre. Majd látható egy sámeci diákruha, ezt követi egy miskolci egyenruha, amelyet ugye a bányászati felsőoktatásban résztvevő hallgatók készítettek maguknak, majd későbbiekben az 50-es évektől használt bányász egyenruha látható, amely színeiben inkább a kék szint őrizte meg, és végezetül pedig az 1978-tól használt, mai napig használatos bányász egyenruha látható a kiállításban. Szerencse el, ilyen a bányász életben, váratlan bízt, rohanyja meg, míg bírszető a fergeten. A bejárat fölött két táblát láthatnak, amely a vasészbányászat első időszakából valók, a bánya bejáratok fölött volt elhelyezve a Friedrich és az Adolf Táró táblája. Itt kapott elhelyezést az 1965-ben meghalt bányászok emlékére az a emléktábla, amelyet nekik állít emléket. 1965. június 8-án, Medár napjakor nagyon esős időszak volt a település életében, és sajnos valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz a bányaomláshoz, amely 5 ember életét követelte. Az ő emlékükre 1974-ben helyezték el az OMBK bányamérői ezt az emléktáblát. Ott nem kísér, már nem van a bányász honnan. Két
oldalra, jobbra és balra különböző vágatokat láthatnak, de emellett nem csak a bányászatban használt csillék, vagy éppen kotrógépek, vagy sűrített levegővel használt rakodógép látható, hanem más tárgyakat is észrevehetnek, például egy sújtólégbiztos bányatelefont, vagy éppen a bánya területek határát jelző határköveket is, illetve a bányamentésben használt vízhatlan ruha is megtalálható itt. Sajnos helyhiány miatt került a tűzoltókocsink a vágatba, hiszen ennek nem itt lenne tulajdonképpen a helye. Ugye tűzoltósággal nagyon régóta rendelkezett már a bányaüzem is. Ez az 1941-ben használt tűzoltókocsia, amelyet a Szendrői Tűzoltóság újított fel. Mégis közel az ég oda, és hogy a hajna bőr, órákat ír, Isten kezében életünk, őben segít reményünk, te is ne állj, ne várj. A fejépületünk mögött került kialakításra az a mesterséges bányavágat, ahol különböző fejtési módokat és átcsolat típusokat láthatnak. Ha beérkezünk ebbe a 15 méter hosszú helyiségbe, akkor jobbra és balra 3-3 különböző vágat mutatja be az 1969-ig alkalmazott fejtési módokat, biztosítás típusokat. Az első vágatban egy fa biztosítást láthatnak, majd egy pörgetett acéltámos biztosítást, amelyet főleg omladékony anyagok bányászatánál használtak, például Felsőpetényben, majd egy THI-ves biztosítás, két rakodógép látható még ugyanebben a vágatban, majd jobbra kanyarodva egy kovácsműhely felszerelését láthatják, illetve a vágatok tovább folytatódnak egy biztosítás nélküli vágattal, ugyanis voltak olyan stabil kőzetek, amikor nem igényeltek átcsolatépítést. És a legutolsó vágatban, amely rudabányai biztosítási módot mutat be, egy egészen különleges szerkezetet is láthatnak, egy higanygőzös egyenáram átalakítót. Bányászként hallni szép halál, egekbe szállani veled, szerencsefel, szerencsefel, szerencsefel. 1980-ban adták át a Földvári Aladár geológus professzorról elnevezett kiállítótermünket, ahol a magyarországi bányahelyek ásványai kiállítást kapott helyet. Viszont most jelenleg a tavalyi évtől ez az épületünk felújítás alatt van, és reméljük, hogy rövidesen egy megújult modern kiállítással várhatjuk vendégeinket.